Habár törvényileg kötelező a nemzetileg többszínű önkormányzatokban, a nemzetek közötti viszonyügyi tanács közel 15 éve nem létezik Szabadkán. Ez pedig több problémát is okozott. Örülök annak, hogy több mandátumot követően most ez a városvezetés azt fontosnak tartja, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy megalakuljon ez a Nemzeti Viszonyügyi Tanács. Holnap a jogi feltételeit, a jogalapját teremtjük meg, és a lehető legrövidebb időn belül a tagjai is kinevezésre fognak kerülni. Utoljára a 2004-től 2008-ig terjedő önkormányzati ciklusban létezett Nemzeti Viszonyügyi Tanács Szabadkán, és ezért rengeteg megalapozott kritika érte a várost az elmúlt 15 évben. Napirenden szerepel majd a helyi foglalkoztatási akcióterv is, amelyet egyébként minden év elején elfogad a városi képviselőtestület. A tavalyi akcióterv értelmében 73 szabadkai jutott munkához. Elsősorban az önfoglalkoztatásra vonatkozik, a közmunkaprogramra, valamint a nehezen foglalkoztatható személyek munkába állására ez a program, és mindenre biztosít anyagi eszközöket. A képviselők pedig a környezetvédelmi alapeszközeinek idei évi felhasználásáról szóló program elfogadásáról is döntenek, tette hozzá dr. Pásztor Bálint, a szabadkai VKT elnöke. A Szabadkai Városi Képviselőtestület 19. ülését holnap, vagyis csütörtökön reggel 9 órakor tartják majd, a képviselők pedig 10 napirendi pontról fognak vitázni. Az ülés teljes anyag egyébként megtalálható a város hivatalos honlapján, a subotica.rs oldalon.